Tűéles fogak, hatalmas mancsok és karmok, átható tekintet. Ezzel a kardfogú tigrissel is találkozhat az, aki ellátogat a Moson vármegyei múzeumba, ahol egészen június 11-ig a jégkorszakkal ismerkedhetnek meg a látogatók. A kiállítás alapvetően eredeti állatoknak a maradványaiból, valamint rekonstrukciókból tevődik össze. Itt tulajdonképpen a kiállításnak az a célja, hogy tisztázza azt, hogy mi is volt ez a jégkorszak, mettől meddig tartott, és hát ugye a mesékben is látott esetleges kis bakikat helyre tegye. A másik célja az pedig egyfajta edukatív cél, amelynek az a lényege, hogy a jégkorszak, mint jelenség a mai világra alkotott hatását mutassa be, tehát tulajdonképpen azt rakja rendbe, hogy mi is az a klímaváltozás, és mik ennek a következményei. Gyima az 1977-ben megtalált gyapjas mamutborjú hiteles rekonstrukciója is megtalálható a kiállításon, de bárki megtudhatja, hogy milyen volt egy óriás őstatú páncélja, amit több hátpáncél maradványaiból állítottak össze, és akár meg is lehet tapogatni. A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása a rekonstrukciók mellett eredeti gerinces ősmaradványok különleges tárgyak segítségével interaktív formában mutatja be a jégkorszak több millió évig tartó időszakát. Külön van múzeumpedagógiai program a gyermekek számára. Itt 1000 forintos áron várjuk a gyermekeket, iskolás csoportokat, egészen az óvodás kortól az egyetemista korig, valamint hát nyilván a felnőtt korosztályt is, hiszen nem minden nap lát az ember mamutot vagy kardfogú tigrist. A múzeumpedagógiai foglalkozásokra folyamatosan várják óvodai és iskolai csoportok jelentkezését a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikén. A jégkorszakot bemutató interaktív vándorkiállítás június 11-ig látogatható a Moson vármegyei múzeumban, 2 a vasárnapig, 10 és 18 óra között.